Véreim magyarok, végvár vitézek, Kanizsa várába ki, tábort verétek. Kedvel az Úristen nézzen ma reátok. Vörös András a túri vitézlő óskola vezetőjének vezényletével indult a nap. A csapatokat a várkapitány Dénes Sándor polgármester köszöntötte. A diákoknak a végvári vasember viadalon elméleti és gyakorlati feladatokat kellett megoldania. Megismerik a város történelmét, Túri György várkapitánynak az életét, munkásságát, a Kanizsa vár védője volt, védte a hazát, és természetesen amellett egy kis csapatszellem, hiszen 10 fős csapatok fognak itt viaskodni egymással. A csapatok, mielőtt elindultak volna a különböző állomáshelyekre, esküdtettek az Erzsébet téren. Becsület szavunkra, bajban lévő társainkat nem hagyjuk magukra. Ha ellenség bántja emberünk, vitézül leszámolunk velük. A viadal a kanizsai túri emlékév egyik kiemelt rendezvénye. A szervezés, lebonyolítás és a várkapitány emlékének őrzésében szerves részt vállal a túri vitézlő óskola. Öndicséretben nem szeretnék itt belemenni. Ami nekem jó élmény volt, a legények, leányok esküjét hallgatni. Mert nagyon szépen megfogalmazott gondolatok voltak, és olyan hazafias és olyan dicsőítő érzéseket keltett az emberbe, ami hogyha komolyan is gondolnak, akkor jó dolgunk lesz, és a következő generációnak jó dolga lesz. Számos ügyességi és mókás próba várt a vitézekre. Az 56-os emlékkertben hordógurítás volt a feladat. Kanizsa végvári katonái nagy ünnepséget tartottak a sikeres sportja után, és hordószámra vitték a nemes nedőt a katonáknak. A megmérettetést messziről érkezett csapatok is vállalták. Várpalotáról 2 középiskola képviseltette magát. Mi elsősorban honvédelmi oktatást folytatunk, úgyhogy a mi fiataljaink azok szívesen vesznek részt ilyen viadalokon. Hát a turisták, ahogy mi nevezzük őket, ők meg természetesen a nevüket adják, és az ügyességüket ehhez a vetélkedőhöz. A diákok nem unatkoztak a viadal során, örömmel vették az akadályokat. A vendégek a verseny közben Nagy Kanizsával is megismerkedtek. A város nagyon szép, a főtér különösen tetszik nekünk. Nagyon szép volt a reggeli megnyitó műsor is. Hát a viadalról magáról ugye még csak a felén vagyunk túl, de már érezni azt, hogy egy kicsit fáradalmas viadal, de nagyon érdekesek a feladatok, és nagyon kihívással teljek. Az általános iskolások versenyének eredményhirdetése adásunkkal egy időben zajlik, a középiskolások pedig éjfélkor fejezik be a viadalt.